Az Egyesült Államok története Az Államszövetség Amikor az amerikai gyarmatok elszakadtak az anyaországtól, a népesség még gyér volt. Az első népszámlálás 1790-ben 4 milliónál kevesebb lakost mutatott ki, és csupán három oly várost, melynek lakossága meghaladta a 20 ezret. A legnagyobb közöttük Philadelphia nem érte el a 30 ezret. Nem voltak még nagy gyárak, a lakosok maguk szőtték ruháikat. Majdnem minden iparcikket Angliából hozattak. Az északi és közép államokat különösen kisbirtokosok, farmerek lakták, akik maguk mivelték földeiket. Nagyon sokan közülük ablaktalan, fakkai bákban laktak. Oly kevés pénzük volt, hogy legtöbbször természetben fizették a papot és az orvost. A déli államokban még csak dohányt és ríst termeltek. A nagy ültetvényeseknek európai mintára készült nagy falusi úriházaik voltak, és kezdtek meggazdagodni. De a népesség zöme néger rabszolgákból és szegény fehérekből állott, akik nyomorult életmódot folytattak. Az egész országban alig voltak utak, még a nagy városok között is. Azok is igen rosszak voltak. Minduntalan híd nélküli folyók vágták el, melyeken kompon kellett átkelni. Nyomorúságos vendégfogadókba szálltak, ahol több személyre jutott csak egy ágy. Az összes városok a partvidéken voltak. A belső területeken még harcias részbőrű törzsek tanyáztak, kik rátörtek a falvakra, elhurcolták a férfiakat, és diadal jelvény gyanánt levágták a fejbőrüket hajastól, a skalpot. Az új kormány 1789-ben vette át a hatalmat. Elnökül egyhangulag a szövetséges hadsereg fővezérét washington választották meg, aki virginiai nemes volt. A leghatalmasabb és legnépesebb állam akkor Virginia volt. Ott éltek a legnagyobb tekintélynek örvendő politikusok, gazdag ültetvényesek, akik magasabb műveltségre tettek szert. Innen származtak több mint 30 éven keresztül az összes köztársasági elnökök. Washington nagy tömeg előtt tette esküjét az alkotmányra és hozzáfűzte, az én helyzetem új, járatlan úton kell haladnom. Mikor átvette a hatalmat, az egész sereg 80 emberből állott. A kincstárban egy filér sem volt. Az országnak nem volt Franciaországon és Hollandián kívül külföldi szövetségese. Hamarosan megszervezték a kormányt, a bíróságokat, az adórendszert. A legnehezebb feladat a pénzügyek rendezése volt. Az Unió kölcsönöket vett föl európai hitelezőknél, és eddig nem tudta fizetni még adósságainak kamatait sem. Ezen felül minden állam vett fel belső kölcsönöket polgáraitól. Nem maradt sem ezüst, sem arany forgalomban és a 13 államban kibocsátott kölcsönöknek alig volt már értékük. Olyasféle terv merült fel, hogy legjobb volna az államadósságokat vagy egyáltalán nem fizetni, vagy pedig csak egy részüket. Az Unió pénzügyminisztere, a skót származású Hamilton azonban megértette polgártársaival, hogy az oly szegény állam, mint az Unió, abba a kényszerhelyzetbe kerülhet, hogy háború esetén külföldről kell kölcsönt felvennie. Hogy tehát pénzt kaphasson, jól meg kell alapozni a hitelét. Márpedig hitelt csak oly módon szerezhet, ha pontosan eleget tesz kötelezettségeinek. Az államok épp úgy, mint a magánosok. Úgy szereznek bizalmat maguk iránt, hogy eleget tesznek kötelezettségeiknek. A jó hiszeműség az államhitel alapja. Hamilton kötelező kijelentést tett, hogy az Egyesült Államok nem csak közös célra felvett államadóságaik 54 millió dollár törlesztésére vállalták, hanem még az egyes államok külön adósságait is 25 millió dollár. Oly alapot létesítettek, amelynek elegendőnek kellett lennie a nemzeti adósság kamatainak fizetésére, s a tőke lassankinti törlesztésére, hogy fedezetet teremtsen, az Unió vámot vetett ki az Európából érkező iparcikkekre. Ez a vám egyszerűs, mint arra szolgált, hogy az Egyesült Államokban létesítendő nagyipari termelést az európai versenytől megvédje. Mint hogy az ország népessége és gazdagsága igen gyorsan növekedett, a vámjövedelem annyira emelkedett, hogy meghaladta az államszövetség összes kiadásait. Ezt a töbletet legtöbbször is az államadósságok visszafizetésére használták fel. 15 év alatt mindent letörlesztettek. Mint hogy a vámokat, amelyek az amerikai ipar védelmét szolgálták, leszállítani nem akarták, ezek jövedelmét nagy közmunkákra kezdték fordítani. Így elsősorban csatornák és olyan országutak építésére, melyek a partvidékről az ország belsejébe vezettek. Megszületett az Unió Szövetségi Bankja, amely bankjegyeket bocsátott ki. Egységes pénzt verettek, melynek egységéül a mexikói spanyol tallért az öt korona értékű dollárt tették meg. A kormány székhelyéül eleinte tíz esztendőre Filadelfiát jelölték ki, de megegyeztek abban, hogy olyan területen fognak fővárost alapítani, amely nem tartozik egyik államhoz sem. Egy célból kis területet választottak el Marylandtől, amelyből Kolumbia szövetségi kerület lett, új várost alapítottak, benne washington Itt nagy ülésházat építettek a kongresszus számára, az úgynevezett kapitóliumot, úgy szintén palotát az elnök számára, a fehér házat. A pártok A kongresszus kezdettől fogva két pártra oszlott, a kormányzás megszervezésének kérdésében. Washington és a tapasztaltabb politikusok úgy vélekedtek, hogy az alig megalakult nemzetnek szüksége van rá, hogy minél több közös intézmény által való kormányzás kösse össze a különböző államokat. Annyi hatalmat akartak a szövetséges kormánynak biztosítani, amennyit az alkotmány értelmében csak lehetett. Ők tág értelemben magyarázták az alkotmányt. A szövetséges kormánynak, mondták, nem csak azok a jogai, amelyeket az alkotmány kifejezetten felsorol, hanem azok is, amelyek hallgatólag ben foglaltatnak, például az állami bank fölállítása vagy közmunkák végeztetése. E párt hívei főleg kereskedők és az angol kormányrendszer tisztelői voltak. Federalistáknak nevezték magukat. Washington e párt vezére Átvette az angol udvar bizonyos szokásait, Excellenciáztatta magát, és udvari öltözékben fogadott. A másik párt hívei épp ellenkezőleg azt mondták, hogy minden állam népe szuverén. Az egyes államok jogait helyezték előtérbe. Az egyes államok kormányainak a lehető legtöbb hatalmat akartak biztosítani, és a szövetséges kormánynak csak annyi jogot engedélyezni, amennyit az alkotmány kifejezetten felsorol. Ezek ellenezték a Szövetséges Állami Bank felállítását. Ők az alkotmány szűk értelmében való magyarázatát kívánták. Köztársaságiaknak nevezték, és a francia forradalom híveinek vallották magukat. Mellettük állt az amerikaiak óriási többsége, akik már megszokták volt, hogy a maguk külön államának kormányát tekintsék tulajdonképpeni kormányuknak. A hatalom eleinte a federalisták kezében volt, Washington lévén fejük, akit az összes amerikaiak a köztársaság megalapítójaként tiszteltek. washington kétszer egymás után választották meg elnöknek, nyolc évig kormányozta az uniót, majd visszavonult birtokára, kijelentvén, hogy harmadszor nem fogadja el a jelöltséget. A második elnök Adams, Massachusetts államból ugyancsak federalista volt, de őt már csak három szótöbbséggel választották meg. A következő választásokon 1800-ban a republikánus párt jelöltjét Jefferson gazdag virginiai ültetvényest választották meg, aki 1776-ban a függetlenségi nyilatkozatot szerkesztette. A republikánus párt jutván hatalomra végleg meg is tartotta. A federalista párt pedig bomladozni kezdett és végleg el is tűnt. Jefferson beköltözött a fehérházba és megszüntette az angol mintára való ünnepélyes fogadásokat, sőt, azt mesélték róla, hogy ha lóháton járt, maga kötötte oda a lovát a háza előtt lévő kerítéshez. Azt hirdette, hogy takarékosan fog kormányozni, csökkenteni fogja a hadsereget és a flottát, s hogy politikája az összes nemzetekkel való béke, forgalom és becsületes barátság lesz helyükön hagyta azokat a tisztviselőket, kiket federalista elődje nevezett ki, néhány republikánus panaszkodván, hogy az állam megmentői nem jutnak hivatalokhoz, azt felelte. Rómát a ludak mentették meg, de azért nem nevezték ki őket adószedőknek. Jefferson, mint köztársaságpárti, a szövetségi kormányzatnak csak azokat a jogokat kívánta megadatni, amelyeket az alkotmány kifejezetten, mint olyanokat jelöl meg de azért mégis kénytelen volt saját elmélete ellen cselekedni. A Mississippi és a Sziklahegység között elterülő, akkor még puszta terület volt Louisiana. Franciaország ezt 1763-ban Spanyolországnak engedte át, Napóleon 1800-ban visszavette így Franciaország ismét birtokába vette a Mississippi torkolatát, és elzárhatta az egyedüli utat, amelyen keresztül az Allegheny hegységtől nyugatra eső területek a világgal közlekedhettek. E terület fa és gabona termését a mississippi szállították lefelé tutajon. Jefferson kijelentette, hogy a Franciaország elfoglalja a Mississippi torkolatát, az Egyesült Államok kénytelenek lesznek az angol flottához és nemzethez csatlakozni. Napóleon, akit európai háborúi lekötöttek, és nem volt flottája, amelyet Louisiana-ba küldhetett volna, lemondott ennek birtokáról. Jefferson nagy összeget szavaztatott meg a kongresszussal, hogy megvásárolják Franciaországtól New Orleans-t, valamint a partvidék egy részét, és követeket küldött Párizsba, hogy Napóleonnal alkudozzanak. A francia kormány fölajánlotta az amerikaiaknak, hogy egész Louisianát eladják nekik. A küldöttek nem akarták elszalasztani ezt az alkalmat, és utasításaik ellenére az egész Louisianát megvették 15 millió dollárért. A Republikánus párt megtartotta a hatalmat, és egy negyed évszázadon át mindig virginiai ültetvényesek közül kerültek ki az elnökök akik a republikánus párt tagjai és egymás barátai voltak. Jefferson, Madison, Monroe. Mindegyiküket kétszer választották meg, és nyolc évi elnökösködés után vonultak vissza. A választás előtt azok a köztársasági pártiak, kik a kongresszus tagjai, képviselők vagy szenátorok voltak, összeültek és megállapodtak a ma pártag személyében, akit elnökjelölt gyanánt kívántak az elnök választó testület elé állítani. Ezt a gyülekezetet Kaukusznak nevezték. Ez a szó, amelyet legelőször Bostonban használtak, oly választói gyülekezetet jelentett, mely a községi választások jelöltjeinek megállapítására ült össze. A kormánynak nem voltak egyéb nehézségei, mint hogy döntsön az akkoriban egymással háborúban álló európai nagyhatalmakkal, Franciaországgal és Angliával szemben követendő magatartását illetőleg. Szerette volna megőrizni semlegességét és az amerikai kereskedelmi hajókat egyformán küldeni mind a két országba. Végül mégis kénytelen volt háborút viselni Anglia ellen. 1812-14 ez a háború nem járt fényes sikerrel. Az amerikai önkéntesek betörtek Kanadába, ahonnan visszaverték őket. Egy angol flotta pedig angol csapatokat szállított Amerika partjaira, akik fölégették az új várost, washington A federalista párt felbomlott. Monroe elnököt 1820-ban ellenjelölt nélkül választották meg, elnökségének 8 esztendejét, 1816-tól 24-ig, a jó érzelmek korszakának nevezték el. Úgy látszott, többé nem lesznek ellentétes pártok az Egyesült Államokban. Lassanként azonban megváltozott a politikai élet. Mindegyik állam a maga módján rendezte választójogi rendszerét. A régi államokban ez a jog úgy, mint Angliában, bizonyos cenzushoz volt kötve. A kongresszus tagjaiul csak az országban közismert birtokosokat választották meg, akik elég gazdagok voltak ahhoz, hogy a magukéból megéljenek. A politika akkor nem volt életpálya. De a régi puszta területek helyén alakult új államok másképp szervezkedtek. Ezekben a telepesek mind egyenlők voltak, mind a kezük munkájából éltek. Ezekben az általános szavazati jogot hozták be. Itt nem voltak előkelők, akiket vagyonuk predestinált a politikai kiküldetésre a választok szemében. A képviselők és tisztviselők telepesek és munkások voltak, akiknek nem volt idejük, hogy műveljék magukat. Ezeket nevezték először self-made mennek, maguk emberségéből lett embereknek. New York államban, amely a legnagyobb volt a régi államok közt, és ahol az európai bevándorlók legnagyobb része telepedett meg, a szavazati jogot addig terjesztették ki, mint szélesebb rétegekre, míg 1823-ban általánossá vált. Így történt ez lassanként az összes többi régi államokban is. A választok tömege ekkor már nem akarta tűrni az előkelők vezetését. Ugyanebben az időben volt kialakulóban, legelőször New York államban, egy oly réteg, amely már politikával kereste meg kenyerét. Abból élt, hogy képviselővé vagy tisztviselővé választatta magát. Ezeket politikusoknak nevezték. A közhivatalokat, szintén legelőbb New Yorkban, kezdték úgy tekinteni, mint a hatalmon lévő párt tulajdonát. A győztes politikai párt megfosztotta hivatalaiktól az ellentétes párt tagjait, és a hivatalokat a maga párt híveire ruházta. Az 1824. elnök elnökválasztásokon a választók, különösen az új államokban nem akarták elfogadni a kongresszus tagjaiból alakult Kaukusz által kinevezett elnökjelöltet, kit Kaukusz királynak neveztek. Egyik déli államnak, Tennessee-nek törvényhozó testülete egy saját állambeli polgárát, a szegény családból származott, és írni is alig tudó jackson jelölte az elnökségre. Előbb szolga volt, és azt mesélték, hogy egy angol tiszt össze-vissza amiért megtagadta, hogy kitisztítsa a csizmáját. Ez a függetlenségi harc alatt történt. Majd jackson bírónak küldték ki egy vad területre, ahol több alkalma volt az indiánokkal hadakozni, mint fölöttük bíráskodni. Tábornoknak tette meg magát, és több éven át harcolt az indiánokkal. 1814-ben New Orleans-t megvédte az angolokkal szemben, ami nagy népszerűséget szerzett neki. A telepesek szerették, mert a népből származott, és továbbra is egyszerű életmódot folytatott párthívei éjjel Jackson generális kiáltással üdvözölték. Jackson több szavazatot kapott, mint három versenytársa külön-külön. De minthogy nem volt abszolút többsége, a kongresszus, amelynek így esetben joga volt dönteni, más elnököt választott. De Jackson párthívei őt tekintették az igazi megválasztottnak. Egyikük, aki azt képzelte, hogy tud görögül, kijelentette, hogy a kongresszus döntése megsértése a Demos Krates elvének. Ekkor alakult a demokraták új pártja, amely mai napig fennáll. 1828-ban jackson elnökké választották 178 szavazattal 82 ellenében. Mellette szavaztak a déli, a középállamok és a nyugaton alakult új államok. Ez a választás a dolgozók tömegének győzelmét jelentette a tanult előkelőségek régi uralmával szemben. Amidőn Jackson bevonult a Fehér Házba, óriási tömeg követte és szorongatta kezét. Jackson heves és erőszakos volt, nem tűrt ellentmondást és parancsolni akart, mint a nép akaratának letéteményese, de nem lévén szakember, környezete befolyása alatt állott azokat a főleg New York állambeli politikusokat nevezte ki minisztereinek, kik választását előkészítették volt, és hangsúlyozta, hogy a demokrácia híve. Belekezdődött a kormányzásnak az a módja, mely az Egyesült Államokban rendszerré vált. Párt hívei hivatalokat kértek tőle. Hogy kielégíthesse őket, több ezer tisztviselőt távolított el. Mikor ezt a rendszert gáncsolták, egy New Yorki szenátor azt felelte, hogy nincsen semmi szégyelni való abban az elfben, hogy a zsákmány a győzőé. Ezt a rendszert zsákmányrendszernek, Spoils System nevezték el. Igazolására azt hozták fel, hogy demokráciában ugyanazok az emberek nem tarthatják meg vég nélkül a hivatalokat, a polgároknak sorjában hozzá kell jutniuk. Ezt nevezték a hivatalok váltógazdaságának, rotációjának. A rendszer mellett a választások döntik el nem csak azt, hogy milyen párté legyenek a képviselői mandátumok, hanem a hivatalok is. A politikusok készítik elő a választásokat, és jutalmul vagy valami szövetséges közhivatalt, vagy saját államuk kormánybeli hivatalt kapnak. A Demokrata Párt nem akarta többé megengedni, hogy a kongresszus tagjai válasszák ki a párt elnökjelöltjét. Azt követelte, hogy ez a párthoz tartozó polgárokat képviselő gyűlésen történjék. Nemzeti pártgyűlés alakult az összes államok kiküldötteiből, kiket minden államban egy ezzel megbízott választótestület jelölt ki, e választótestület tagjait pedig az ős választok közvetlenül választották. Ez a nemzeti pártgyűlés minden évben összeült, megválasztotta az elnökjelöltet és megszerkesztette a párt programját, platform. Ez a szokás 1832-ben kezdődött, és még ma is fennáll. Jackson gyűlölte az állambankot, mert szövetséges intézmény volt, és mert politikai ellenfelei igazgatták. Hevesen küzdött ellene, és mikor engedélyét meg kellett volna hosszabbítani, megszüntette. Helyettesítésére az egyes államokban alakítatott kis bankokat, amelyek óriási mennyiségű bankjegyet bocsátottak ki. E bankok nagy spekulációkba bocsátkoztak, nagy válságba keveredtek, amelybe legtöbbjük belebukott. Az unió kiadásai meghaladták bevételeit, az állam deficittel dolgozott, ami eddig még nem történt meg. Az összes elégedetlenek egyesültek ekkor, és új pártot alkottak, mely az angol politikai életből kölcsönzött Vig nevet vette föl. Különösen az északi államok voltak képviselve benne, melyek azelőtt federalisták voltak. Az ő elnökjelöltjük egy öreg ezredes, Harrison volt, akit Tippecano névvel ruháztak fel, mert 1811-ben Tippecano mellett legyőzött egy indián néptörzet. A délvidéki demokraták megnyerése céljából az elnökségre a virginiai Tylert jelölték, ki ellensége volt Jacksonnak. Ez ellenzéki koalíciónak nem voltak közös eszméi. A párt nemzeti pártgyűlése tehát nem is adott programot. De hevesen támadták a hatalmon levőket, le a zsákmányolókkal kiáltották. Le a tarkviniánusokkal volt a jelszó. A választók közt hangulatot keltendő, korteskedésképpen új eszközökhöz nyúltak, amelyeket azóta gyakran használtak fel. Az újságok leírták, Harrison mi igaz barátja a népnek, mi egyszerű erkölcsű, aki csak közönséges karcost iszik, fakunyhóban lakik, lag cabin. Mint a nyugati telepesek, amire egy ellenpárti újság megjegyezte, hogy jobban helyén is van a fakunyhóban, mint a fehérházban. Mindenütt városban falun kunyhót állítottak fel boroshordóval ajtaja előtt. Óriási felvonulásokat rendeztek, temérdek tömeg vonult fel, felirásos zászlókkal, szekerekkel, melyeken egy boroshordó, egy kunyhó és egy csónak volt felállítva, Tipekánó emlékére. Baltimoreban a hegyi vadászok küldöttsége vonult fel, óriási gömböt görgetve maga előtt, és erről a gömbről szerte énekeltek egy dalt, amely a párt csatadala kortes nótája lett. Herizont megválasztották 234 szavazattal 60 ellen. De ő közvetlen utána meghalt. Tyler alelnök lett az utóda, aki meghasonlott a vigekkel. A demokrata párt ismét kezébe vette a hatalmat, és megtartotta egészen 1860-ig. Mellette állottak az összes déli államok, amelyek nem akarták, hogy a szövetséges kormány hatalma növekedjék. A párt vezetői délvidéki politikusok voltak, kik továbbra is gazdag és tekintélyes ültetvényesekből kerültek ki. Így a pártot odaszorították, hogy támogassa a rabszolgaság párt híveit, kik új területeket akartak megszerezni a melegvidékeken ahol gyapotültetvényeket lehetett létesíteni és néger rabszolgákat tartani. A kormány így anektálta Texas-t 1845-ben, majd háborút viselt Mexikó ellen 1847-ben, és óriási területet szakított el tőle. Új politikai harc indult meg a rabszolgaság kérdésében, és új párt keletkezett, amely újra felvette a köztársasági párt nevét 1854-ben. Azóta az Egyesült Államokban két politikai párt van, a demokrata és a republikánus. A rabszolgaság válsága Majdnem az összes gyarmatoknak voltak eleinte néger rabszolgáik, de az Unió északi és közép államai, amelyekben a rabszolgák száma csekély volt, már előbb eltörölték volt a rabszolgaságot. Csak a déli államokban maradtak még rabszolgák, Remélték, hogy lassan-lassan innen is el fognak tűnni, úgy, mint az északi államokból. Az Egyesült Államok megalapítói, még a virginiaiak is, mint Washington és Jefferson, akik maguk is tartottak rabszolgákat, elítélték a rabszolgatartást. Jefferson azt mondta: Reszketek hazámért, ha Isten igazságosságára gondolok. Az 1787. szövetséges alkotmányban nem merték kiírni a rabszolgaszót, hanem körülírták. A déli államok akkor még nem termeltek gyapotot. 1793-ban az amerikai Whitney gépet talált fel a gyapot magvak tisztítására, amelynek segítségével egy rabszolga ezer font gyapotot tudott letisztítani naponta. Ekkor kezdődött voltaképpen a nagyjában való gyapottermelés, termelés, amelyre viszont rabszolgákra volt szükség. Előbb Afrikából hozták a rabszolgákat, de a rabszolgakereskedést 1808-ban megszüntették. Ekkor az addig dohánytermelő államok, Virginia és Maryland, amelyeknek klímája nem túl forró, valósággal tenyészteni kezdték a négereket, hogy eladják őket az új államok ültetvényeseinek. A hegységek és a Mississippi között fekvő puszta területek benépesültek az óvilágból állandóan beáramló lakosokkal. Az északi részen szabad telepesek laktak, akik maguk mívelték a földet. Délen ültetvényesek, akik rabszolgáikkal míveltették. Így az Egyesült Államok megoszlottak. Északon el volt tiltva a rabszolgaság, délen intézményesen fennállt. Az északi államok, amelyeket szabad államoknak neveztek, sokkal gyorsabban népesedtek be. Az első népszámláláskor 1790-ben 1.968.000 lakosuk volt, a délieknek 1.300.000. Ezekből 657 ezer rabszolga. 1820-ban az északi államoknak 5 ezer lakosa volt a délieknek pedig csak 2 millió 966 ezer, ezekből másfél millió rabszolga. A parlamenti képviselők száma a népesség számához igazodott, a szabad államoknak tehát folyton növekvő többsége volt az alsó kamarában. De a szenátusban minden állam népességére való tekintet nélkül két tagot küldött. A déli államok minden áron fenn akarták tartani a rabszolgaságot, melyet különleges intézményüknek neveztek. Hogy a kongresszus ne nyúlhasson hozzá ehhez az intézményükhöz, mindig vigyáztak rá, hogy egyenlő számban legyenek a szabad államok és a rabszolgatartó államok. Mikor a Mississippi nyugatra eső terület államokká kezdett szervezkedni, Missouri új államban a képviselőház többsége el akarta törölni a rabszolgaságot, de a szenátus ehhez nem járult hozzá. Két évi vitatkozás után létrejött az úgynevezett Missouri kompromisszum 1820-ban. Missouri rabszolgatartó állam maradt, és megegyeztek abban, hogy a rabszolgaság el lesz tiltva az új terület többi részén. 36 fok 30 szélességi foktól északra). Így a két részre való oszlás, az észak és dél elválása kiterjedt az Atlanti-óceántól a sziklahegységig. E két rész között az ellentét folyton növekedett. Északon a népesség csak nem kizárólag fehérekből állt, amerikaiakból vagy európai bevándorlókból, akik mind egyenlők, mind teljes jogú polgárok voltak, és maguk dolgoztak, mint telepesek, munkások vagy kereskedők. Délen a rabszolgák számaránya folyton növekedett. 1840-ben már a népesség felét tették. Nem csak négerek voltak rabszolgák, hanem félvér négerek, mesztécek is. Voltak köztük, kiknek csak negyed vagy nyolcadrész rész négervér volt ereiben. Alig lehetett őket a fehérektől megkülönböztetni, de azért mégis rabszolgák voltak. E rabszolgáknak, mint az ókorban, nem voltak semmiféle jogaik semmi módjuk arra, hogy igazságot nyerjenek, mert a bíróságok nem fogadták el a feketék tanúságtételét. Tilos volt őket olvasásra tanítani. A gazdájuk megengedte, hogy családot alapítsanak, de akárhányszor külön adták el a férjet és a feleséget, a szülőket és a gyermekeket. A gazda önkénye szerint bánt a rabszolgákkal, ezeknek a helyzete tehát nagyon különböző volt. Azokban az államokban, ahol nem termeltek gyapotot, a rabszolgákat általában elég tisztességesen táplálták és nem kínoszták túlságosan. A gyapot és cukorültetvényeken a négerekkel, akiket a gazda személyesen nem is ismert, úgy bántak akár a munkagépekkel. Rossz volt a táplálkozásuk, ruhájuk, lakásuk, nyomorú viskó. 15 órát dolgoztak naponta, és felügyelőik korbáccsal hajszolták őket munkára. Éjültetvényeken ültetvényeken élt pedig a rabszolgák legnagyobb része. A többit is bármikor eladhatták, és éjültetvényekre ültetvényekre vihették. A négerek mindenütt személyes szolgái is voltak uraiknak, asszonyaikat, dajkáknak, szobalányoknak használták. Az urak, kiket gyermekségük óta hízelgő rabszolgák vettek körül, valóságos zsarnokok lettek, mint egy virginiai mondotta megszokták, hogy parancsaiknak engedelmeskednek, és hogy semmit sem dolgoznak önkezükkel, és valóságos arisztokráciát képeztek. A régi államok ültetvényesei még megőrizték bizonyos nemes emberi szokásaikat, de a gyapot ültetvények új gazdagjai brutális párvenű módjára viselkedtek. A rabszolgákat nem tartó fehérek, akiket a szegény fehéreknek hívtak, Nyomorultul éltek terméketlen földecskéken, nem dolgoztak, mert a munkát a rabszolgák dolgának tekintették. Kunyhókban laktak, alig tudtak írni-olvasni. De odaadó szolgái voltak gazdag szomszédaiknak, rájuk szavaztak a választásokon, és híven ragaszkodtak a rabszolgatartáshoz. Tehát, míg az északi államok mind demokratikusabbakká váltak, a dél állama mint arisztokratikusabbá lett. Két külön nép volt ez. Az északi sokkal gyorsabban gyarapodott népességben, gazdagságban, műveltségben. 1850-ben északon a népsűrűség kétszerte nagyobb volt, mint délen. A művelt terület sokkal nagyobb volt, és a föld ára magasabb. Egyes emberek eleinte elszigetelten követelni kezdték a rabszolgaság eltörlését, Abolicionistáknak nevezték őket. Bostonban 1832-ben egyesület alakult a rabszolgaság megszüntetésére. Beszédeket tartottak, röpiratokat terjesztettek, kérvényeket intéztek a kongresszushoz, hogy szüntesse meg a rabszolgasságot a Kis Kolumbia kerületben. Az egyedüli helyen, ahol erre joga volt. De a dél emberei. Még vitára sem akarták bocsátani a kérdést, és megtiltották a röpiratok postai továbbítását. Az északi politikusok, hogy ne veszítsék el a déli demokratapárt támogatását, a rabszolgatartók mellett voltak. A tömeg behatolt az abolicionisták gyűléstermébe, és ott majdnem agyonütött egyet közülük. Be kellett zárni, hogy meg lehessen menteni. Egy abolicionista újságírót megöltek, egy fiatal leányt, ki iskolát nyitott néger lánykák számára, bebörtönöztek és iskoláját felgyújtották. De az abolicionisták száma nem sokára akkorára nőtt, hogy pártá szervezkedtek. Liberty Party Lelkiismereti okok vezették őket, a rabszolgaságot ellentétesnek tartották az emberiességgel és a keresztény hittel. Igyekeztek részvétet kelteni a rabszolgák iránt elmondván a rabszolga államokban tapasztalható nyomorukat, a családtagok szétválasztását és eladatását, az urak kegyetlenségét és a szökött rabszolga üldöztetését különne célra betanított kutyákkal. A rabszolgaság hívei ekkor azt kezdték hangoztatni, hogy e különleges intézményükhöz jobban ragaszkodnak, mint az unióhoz, és hogyha tűrhetetlenné teszik életüket, Joga van minden államnak kilépni és függetlenné válni, sőt, nyilvános lakomákon éltetni kezdték a Dél Konföderációját. A politikusok, akik elsősorban az Unió egységét akarták fenntartani, hozzászoktak hova tovább, hogy folytonos engedményeket tegyenek a rabszolgatartóknak. A Mexikótól elvett új területeken a képviselőház meg akarta tiltani a rabszolgaság kiterjesztését. De a szenátus ezt ellenezte. E terület egy részén, Kaliforniában közben váratlanul aranyat fedeztek fel. Az aranykeresők óriási tömege lepte el az országot. Kormányt alakítottak, és már 1849-ben alkotmányt szerkesztettek, amely tiltotta a rabszolgaságot, és Kaliforniának, mint államnak az Unióba való felvételét kérték. Így tehát új, szabad államok alakultak a két rész, az észak és dél közötti egyensúly megbillent. A rabszolgatartó államok elvesztették többségüket a szenátusban. Heves viták folytak, végül 1850-ben úgynevezett kompromisszum jött létre, amelynek értelmében Kaliforniát felvették ugyan, mint szabad államot, de egyszer s mint kimondták határozatilag, hogy más új territóriumok amelyek a 36. fok 30 szélességi foknál feljebb feküsznek is, későbben az szerint fognak felvétetni szabad vagy rabszolgatartó államokként az Unióba, amint azt esetről esetre saját alkotmányuk eldönti. Tehát a rabszolgatartás eltiltása a jövőben nem a kongresszus joga lett volna, hanem függött volna az ottani telepesektől. Ezen felül a déli államoknak sikerült egy új törvényt keresztül hajszolni a szökött rabszolgák ellen. Addig, ha valamely déli állampolgára egy szökött négert valamelyik szabad államtól követelt ki, mint rabszolgáját, eskütszék ítélt annak kiadatása ügyében. Az új törvény külön biztosokat rendelt ki e pörök intézésére, kik sommásan ítélkeztek, a néger tanúságának meghallgatása nélkül, egyedül a kikövetelő rabszolgatartó megbízottjának állítása alapján. A szövetséges rendőrhatóság illetékes alkalmazottja pedig köteles volt a négert a közhatalom segítségével visszaszállítani 1850-ben. Ez a törvény fölháborította az északi államok népét. Ekkor jelent meg a Tamás bátya kunyhoja című híres irányregény, melynek példátlan sikere volt. Másfél millió példány kelt el belőle az Egyesült Államokban. A munka szerzője Beaker Stove asszony szegény írónő volt, ki családja kenyerét kereste írásaival, hűségesen írta le ebben a négerek életét. Egyetlen alak köré csoportosítva a valóságban megtörtént eseteket. Ez a könyv az északi államokban általános részvétet keltett a négerek iránt, és felháborodást a rabszolgasság ellen. De a két nagy párt, a demokraták és a vigek politikusai féltek, hogy elvesztik a déli államokat. Továbbra is igyekezte kikapcsolni a rabszolgasság kérdését, sőt, új engedményeket tettek a rabszolgasság híveinek. Az 1883-ban szerzett területből még egy rész várt megszervezésre, a 36. fok 30 szélességi foktól éjszakra, ahol tehát az 1820. kompromisszum szerint tilos volt a rabszolgatartás engedélyezése. Ezt a földet két területre osztották, és semmisnek nyilvánították az 1820. kompromisszumot. A lakosságnak magának kellett döntenie, legyen szabad rabszolgát tartani, vagy nem. Az északi államokban ekkor az új köztársaságinak nevezett párt alakult, mely programjába vette a rabszolgasság kiterjesztésének tilalmazását a territóriumokon, arra, hogy a rabszolgasságot a délen is eltöröljék, még nem gondoltak. Társulatokat alakítottak a célból, hogy szegény kivándorlók letelepedését elősegítsék az új Kansas territóriumon, és itt szabad államot szervezzenek. A déliek viszont fegyveres kalandorokat küldtek Kansasbe, hogy ebből is rabszolgatartó államot csináljanak. A két párt összekeveredett, és mindegyik külön megcsinálta a maga alkotmányát. Az 1856. elnök választáson a demokraták jelöltje győzött, de a köztársasági párt mégis 114 szavazatot tudott összehozni 174-el szemben. A rabszolgatartók mellett volt az elnök, a kongresszus és a szövetségi bíróság. De az északi demokraták nem merték már a rabszolgatartókat támogatni, így a Demokrata Párt ketté vált, és nem volt abszolút többség. Az 1860-i elnökválasztáson a Demokrata Párt gyűlése mely az elnök jelölt megválasztására gyűlt egybe, ketté szakadt, és a két töredék mindegyike megnevezte a maga jelöltjét. A Vik párt maradványa és az új köztársasági párt szintén állított egy-egy jelöltet, így összesen négy jelölt került a választási harcba. A köztársasági párt jelöltje Lincoln Abraham, a nép gyermeke volt, ki az erdőben született, és abba az akkor még puszta országba vándorolt ki, Melyből később Illinois állam lett. Csak egy elemi iskolát járt. Aztán maga képezte magát, ahogy tudta. Egyszerű, de határozott beszéde nagy hatást keltett. Magas, erős, minden testmozgásban gyakorlott ember volt. Durva és nem kellemes arcvonásokkal. Mint sok amerikai az új államokban, sokféle foglalkozást űzött életében. Volt hivatalnok, postafelügyelő, önkéntes kapitány, földmérő, ügyvéd, s végül 1846-ban képviselő. Hirtelen hírnévre tett szert, államának köztársasági pártjában elmondott beszéde révén, melyben azt mondta, ez a kormányzat így félig szabadság, félig rabszolgaság alapján nem tarthat örökké. lincoln választották meg elnöknek 180 szavazattal, 57 szótöbbsége volt a másik három jelölt valamennyi szavazatával szemben. Mellette volt a 18 szabadállam, ellene a 15 rabszolgatartó állam. De nem volt mellette az ős választók többsége. Ezek közt három versenytársának együtt 939 ezer szó többsége volt vele szemben, és a köztársasági párt kisebbségben volt a kongresszus két kamarájában. A demokrata párt tehát kezében tartotta a hatalom egy részét, és remélte, hogy újból magához ragadhatja még az elnökséget. De a rabszolgatartók annyira megszokták az uralkodást, hogy nem tudták elviselni, hogy ellenfelük legyen az elnökük. Több rabszolgatartó állam kijelentette, hogy kilép az unióból, és ismét független állam lesz. Ez volt az úgynevezett szecesszió a polgárháború kezdete. Mindegyik elszakadt állam birtokába vette a fegyvertárakat, a vámállomásokat és minden középületet, melyek a szövetség tulajdonát képezték. Szövetségre léptek egymás között, külön föderációs kormányt szerveztek az Unió régi kormányának mintájára, elnököt és kongresszust választottak. Az Egyesült Államok így két részre oszlottak. Az északi és nyugati országok megmaradtak a régi unióban. A déli államok megkötötték a déli államok szövetségét. Confederate State of America 4. A polgárháború Az Unió az észak kormánya mellett volt a népesség nagy többsége: 22 millió 12 millióval szemben. De a konfederáció a dél sokkal egységesebb volt. Az Unió köztársasági pártjának még a kongresszuson sem volt többsége és habozott, hogy erőszakhoz nyúljon e Amikor Lincoln átvette a hatalmat, azzal fordult a délpolgáraihoz: Rajtatok áll, elégedetlen polgártársaim, nem rajtam, dönteni abban a súlyos kérdésben, legyen-e polgárháború vagy sem. De amikor a déli államok megindították a háborút, azzal, hogy bombázni kezdték az Uniónak szövetségi csapatai által megszávatartott egyik erődítményét, Lincoln kiáltványt bocsátott ki. Az Egyesült Államok törvényei meg vannak bénítva, és végrehajtásukat a következő államokban, következik az elszakadó államok felsorolása, sokkal hatalmasabb egyesülések akadályozzák meg, semmint a bíráskodás rendes útján el lehetne nyomni őket. Következésképpen én, Lincoln Abraham, az Egyesült Államok elnöke, az alkotmány és a törvény adta jogaimnál fogva eltökéltem, hogy fegyverbe szólítom az Egyesült Államok nemzetőrségét a törvények foganatosítására. Így kezdődött az Észak négyesztendős harca a dél ellen, amelyben 2000 kisebb harcot és 112 csatát vívtak, mikor is több mint félmillió ember esett el vagy sebesült meg. A déli államok visszahívták képviselőiket és szenátoraikat az Unió kongresszusából. Ezzel a köztársasági párt többségbe került. Lincolnnak hatalma volt a hadsereg vezényletére és irányítására. A nemzetőrség nem volt elegendő a lázadók ellen. Hadsereget szerveztek tehát önkéntesekből, kiket három évre soroztak be igen magas díjazással. Körülbelül ezer emberből álló ezredekbe osztották be őket, egy-egy ezredes vezénylete alatt. Egyenruhát viseltek, de legtöbben meglett, nagyszakálló emberek voltak. Takarót hordtak a vállukon, keresztben, és élelmiszer talisznyát, úgyhogy egészen más külsejük volt, mint az európai katodáknak szokott lenni. Egy év alatt több mint 600 ezer főnyi sereget vontak össze. A konfederáció, a déliek területe akkora volt, mint Franciaország, Spanyolország, Németország és Anglia együttvéve. Voltak jó tisztjei, mert az ültetvényesek megszokták a lovaglást és a fegyverviselést. Az Egyesült Államok legtöbb tisztje a déli országokból került ki. A konfederáció kormánya előbb önkénteseket sorozott be egy évre, de aztán megszavaztatta az újoncozást, s a kötelező katonai szolgálatot a katona köteles korban levő összes fehérekre kiterjedőleg. Így a déli államok a háború végéig 1 millió 100 ezer embert állítottak fegyverbe. A vagyontalan fehérek, kik egészséges klímában és igen edzett életet éltek, erősek és egészségesek, s a gazdagokkal szemben engedelmességhez szokottak lévén, fegyelmezett és kitartó katonákká váltak. Az unió kormánya szintén kénytelen volt kimondani az általános hatkötelezettséget. Előbb a nemzetőrség 300 ezer emberét hívta be 9 hónapra, 1862-ben, majd a kongresszus minden 20 és 45 év közötti polgárát hatkötelesnek mondta ki, és megbízta tisztviselőit az újoncozással. A háború végéig több mint két és fél millió embert állított így fegyverbe az Észak. A háború három harctéren folyt egyszerre. Egy, keleten, azon folyók és erdők által megszakított területen, amely Washington, az Unió fővárosa és Richmond, az új konfederáció fővárosa közt terül el. Kettő, a Mississippi vidékén. Három, a Mississippi-től nyugatra, a rabszolgatartó államok területén, amelyekért a hadviselő felek versengtek. A háború hosszú és igen véres volt. Az unió kormányának rendkívüli nehézségekkel kellett küzdenie. Katonái gyakorlatlanok, seregének tisztjei kereskedők és ügyvédek voltak. A harc szintere forró és egészségtelen terület volt, amelyet az északi emberek nem bírtak. Utak nem voltak, és a sereg folyton kivolt éve a déli lovasok hirtelen támadásainak. A kongresszuson a Demokratapárt támadta a kormány tervét és politikáját. Két éven át nem mutatkozott eredmény. Az északi sereg az újságok uszítása folytán megkísérelte, hogy Richmond felé haladjon, hosszadalmas, keserves harcok folytak az erdőségben. A kétnapos csata. Végül az Unió serege fölbomlott. A déli sereg Washington ellen indult. Nagy, háromnapos ütközetben sikerült az északiaknak feltartóztatni őket, amelyben azonban 36 ezer embert vesztettek. Végre az északiak Mississippi táján kezdtek előnyt szerezni. Fővezérük Grant, egyik nyugati államból szegény szülőktől származott. Katonaiskolát végzett, kapitány lett de hogy három gyermekével nem tudott megélni, lemondott és kis birtokára vonult vissza, ahol maga vágta a fát is. Majd birtokügynök lett, később pedig egy cserzőgyár alkalmazottja. A háború kitörésekor, mint ezredes, egy önkéntes csapat parancsnokaként vonult be és tábornok lett. Grant lassanként visszaszorította a déliek hadseregét a Mississippi mentén. Rendkívül gyors menetelésben haladt előre, és húsz napon belül öt csatát vívott. Kényszerítette az ellenséges sereget, hogy megerősített hely mögé vonuljon, amely erősséget hat heti ostromlás után bevett. Ekkor Lincoln Grantre bízta az egész hadsereg fővezérletét. Most már Grant irányította a keleti műveleteket, és lassanként Richmond felé szorította vissza az ellenséges sereget. Ez alatt Shermannak, ki az északiaknak Mississippinél levő seregét vezette, nyugatról kellett a délieket megkerülnie. Sherman, aki szintén a katonai pályáról visszavonult régi, tényleges tiszt volt, nagyon sokat törődött katonai jólétével és emberei imádták. Nem szerette a háborút és úgy törekedett minél előbb befejezni, hogy igyekezett elfoglalni azt a területet, ahonnan a déliek, katonáikat és élelmezésüket merítették. Hogy nyugatról tudjon betörni az ellenséges államokba, óriási puszta területen kellett keresztül jutnia. Sherman volt az első hadvezér, aki a vasutat hadműveletekhez használta fel. Amint előre nyomult, mind tovább kiépítette az utat, amelyen az élelmet utánpótló és betegeket és sebesülteket visszavívő vonatok közlekedhettek. Megtiltotta katonáinak, hogy házakba hatoljanak be, a lakosokat zaklassák. Viszont az ellenséges területet pusztította. Eltávolította a polgári lakosságot, lerombolta a malmokat, az épületeket, a hidakat. Atlanta község tanácsa tiltakozott a hadviselése módja ellen, mire Sherman ezt felelte. Nem adhattok a háborúnak borzasztóbb nevet, mint én. A háború kegyetlenség és azok, akik erre az országra idézték, megérdemlik a nép minden átkát. Véget kell vetnünk a háborúnak, mely hazánkat dúlja. Ezért tönkre kell tennünk a törvény ellen lázadók hadseregét, és hogy ezt tönkre tehessük, el kell foglalnunk azokat a területeket, ahol seregüket toborozzák és élelmüket szerzik. Sherman a déli államokon keresztül vonulva a tengerig nyomult előre, 1865-ben a dél minden forrása kimerült. A konfederációs kormány, minthogy már nem volt pénze, több mint egy milliárd dollárra rugó papírpénzt bocsátott ki, mely majdnem teljesen elértéktelen lett. Ezer dollár ért egyet. Seregének már nem volt sem ruhája, sem élelme, újoncokat se tudott már szedni. Lee ezredes, aki az utolsó sereget vezette, megadta magát. 28 ezer embere volt mindössze. Grant kíméletes tisztelettel fogadta, szabad elvonulást engedett a tisztjeinek és a csapatoknak, csupán ígéretüket vette, hogy többé nem fognak fegyvert az Egyesült Államok ellen. 5. A rabszolgaság megszüntetése A köztársasági párt előbb csak a territóriumokon akarja megszüntetni a rabszolgaságot, nem pedig a régi államokban. Lincoln 1862-ben azt mondta, kitűzött célom, hogy megmentsem az uniót, nem pedig az, hogy megszüntessem, vagy fenntartsam a rabszolgaságot. Ha megmenthetném az uniót anélkül, hogy egyetlen rabszolgát is felszabadítok, megtenném. De a háború megváltoztatta a helyzetet. Az északiak ejtettek négereket, kiket a déliek, mint szolgákat vittek magukkal. Egy ezredes hadi dugárunak jelentette ki, elvette őket gazdáiktól és visszaadta szabadságukat. Majd a konfederációs kormány kiűzte államaiból az északi államok polgárait és elkobozta birtokaikat, mire az Unió kongresszusa azzal felelt, hogy a lázadók rabszolgáit felszabadította. Végül Lincoln döntő lépésre határozta el magát. 1863. január 1-én felszabadítottnak jelentette ki az Egyesült Államok ellen fellázat országok összes rabszolgáit. A rabszolgaság azonban még fennmaradt azokban a rabszolgatartó államokban, melyek nem szakadtak volt el az Uniótól. Midőn lincoln másodszor választották meg elnöknek, a kongresszus az alkotmánynak oly módosítását szavazta meg 1865. januárjában, amely a rabszolgaság eltörlését az Egyesült Államok összes országaira kimondta. Lincoln gyilkos kéz áldozata lett. Utóda az elnöki székben Johnson alelnök lett 1865-ben. Johnson a demokrata párt azon részéhez tartozott, amely csak az unió fenntartásáért viselt háborút a déli államok ellen. Mihelyt ezek lemondtak az unióval szemben való ellenállásról, hajlandó volt beleegyezni, hogy a maguk belátása szerint rendezzék be belső kormányzatokat. Csak hogy amióta a déli államok területét az unió serege megszállta, az unió hadvezérei kormányoztak itt. Ezek pedig a köztársasági párt embereinek adták át a hatalmat. A hatalmon levő köztársasági párt nem akarta engedni, hogy a lázadók vegyék ismét kezükbe a déli államok kormányzását. A pártok abban sem tudtak megegyezni, mi módon rendezzék a négerek helyzetét. A régi rabszolgák most szabadok voltak, de nem volt hajlékuk és megélhetésük, mert az egész földbirtok régi uraik tulajdonában maradt. A déli államok kormányai törvényeket hoztak, melyek csavargóknak mondták ki az összes szabadon élő nékereket, és így módon kényszerítették őket, hogy a földbirtokosok szolgálatába álljanak. Ez pedig tulajdonképpen a rabszolgaságnak kerülő úton való visszaállítását jelentette. A köztársasági párt ezzel szemben kényszeríteni akarta a déli államokat, hogy a négereket ne csak szabad emberekké, hanem polgárokká tegyék. Négy éven keresztül heves összeütközések voltak a kongresszus és Johnson elnök között. A kongresszus két alkotmány reformot szavazott meg, elvette a szavazati jogot mindazoktól a fehérektől, kik a konfederált seregben szolgáltak, és megtiltotta az összes államoknak, hogy valakit megfosszanak a szavazati jogtól, színe vagy rabszolgai múltja okából. Így a köztársasági párt magának biztosította a többséget a déli államokban. Csak ezután jelentette ki újra felvételüket az Unióba. Grant tábornokot, aki győzelmei révén nagy népszerűségnek örvendett, és a köztársasági párt vezetője lett, választották meg az Unió elnökének. A négerek, kik most a déli államok választóinak többségét tették, sokkal járatlanabbak voltak, mint sem maguk tudták volna magukat politikai tekintetben irányítani. Az északi államokból való politikusok jöttek ide, és megválasztották magukat az összes jövedelmet hozó közhivatalokra. Carpet Baggersnek csúfolták őket, mert úgy érkeztek az országba, hogy mindenük egy útisák, carpetbag volt. Egyes államokban arra használták fel hatalmukat, hogy a közcélokra megszavaztatott összegeket, például vasútépítési célokra szánt pénzeket maguknak tartották meg. A fehérek erőszakkal akadályozták meg, hogy a négerek is szavazzanak. Texasban titkos társaság alakult a négerek megrémítésére, a Ku Klux Kahn ennek tagjai ijesztő neveket, sárkány, kígyó, stb. vettek fel, s rémületkeltő állarcokkal áruhában törtek rá éjjel a négerekre, ütötték, verték őket, és megtiltották nekik, hogy szavazzanak. Később Mississippi-ben vörös ruhás lovasok, Night Riders, állták éjjel a négerek útját, és megakadályozták, hogy a gyűlésekre menjenek. Lassanként a fehérek kiszorították a négereket minden választásból, és így ismét többségre kerültek az összes déli államokban. A négerek az ország legdéliebb és legmelegebb vidékére szorultak vissza, a tenger mellékére. A 19. század végén ezen a vidéken, melyet fekete zónának, Black Belt neveztek, több mint 8 millió néger élt ezek a négerek, kiket a fehérek társadalma kiközösít, idegen népgyanánt élnek az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok politikájának egyik nagy kérdése, mi lesz népességének emerészéből. részéből. 6. A mai pártok alakulása A polgárháború felforgatta a pártok egyensúlyát. A demokraták, akik 1860-ig a déli államok segítségével hatalmon voltak, az ellenzékbe kerültek. A köztársasági párt ragadta magához a hatalmat, és azóta majdnem állandóan megtartotta. Ezt a pártot a rabszolgaság kérdése hozta létre. De ez a kérdés megoldást nyert, mégpedig radikálisabb módon, mint a párt maga előre látta volna. A rabszolgaságot eltörölték, a négerek politikai egyenjogúságot nyertek a háború óriási összegeket nyelt el. Az unió kormánya, hogy pénzt szerezzen, új adókat vetett ki. Emelte a vámtarifát, fél milliárd dollár értékű bankjegyet bocsátott ki, és kölcsönöket vett fel, úgy, hogy az államadóság 2773 millió dollárra emelkedett. A háború befejeztével ezt az adósságot gyorsan visszafizették és bevonták a bankjegyeket de voltak emberek, akiknek érdekükben állott, hogy bizonyos háborús intézkedések fennmaradjanak. A régi északi államok iparosai a magas vámok fenntartását kívánták, mert ezek lehetővé tették nekik, hogy nagyobb nyereségre dolgozzanak. Az új nyugati államok lakói telepesek voltak, akik nem sok tőkét hoztak volt magukkal. Ezek úgy vélekedtek, hogy minél több pénz, aranyezüst vagy papír van forgalomban egy országban, annál könnyebb tőkét szerezni, mert minél kisebb a pénz értéke, annál magasabb a terményeké. Ezek tehát azt akarták, hogy a forgalomban levő pénz mennyisége minél nagyobb legyen, és az ezüst és a bankjegyek maradjanak meg. A keleti részek tőkései viszont csak az aranyat akarták megtartani törvényes pénzgyanánt, amelyet a jó pénznek neveztek. A köztársasági párt, mely főként a nagy iparűző északi államokban alakult, védővámos volt, tiszta aranyvaluta pártján állt, és áll a mai napig. Ellenkezőleg a nyugati és déli államok, melyeknek csak mezőgazdasági terményeik vannak, alacsonyabb vámtarifát és nagyobb mennyiségű fizetőeszközt követelnek. E két kérdés, a vámtarifa és a pénzláb kérdése körül forgott az Egyesült Államok politikája, 30 éven át. A köztársasági párt elfogadtatta a tiszta aranyvalutát, és mind jobban fölemeltette a vámtarifát. A legmagasabb tarifát 1892-ben szavazták meg. Ezt McKinley tarifának nevezik a kongresszus amatagja után, ki tervezetét előterjesztette, és aki később az unió elnöke is lett. A déli államok miután mindent elkövettek, hogy a négereket kiszorítsák a szavazásból, visszatértek a Demokrata Pártba, és 1876 óta mind kivétel nélkül a párt jelöltjére szavaznak. A távol nyugat a köztársasági pártot támogatta a háborúban, de egy frakció elszakadt tőle a vámok és a pénz kérdésében. Grant generális, akit másodszor is elnökké választottak, környezete befolyása alatt állott. Néhány barátja gyanús pénzügyekbe keveredett. A köztársaságiak egy része a botrányok hatása alatt kivált a pártból, s harcot kezdett a kormány korrupciója ellen. A polgári hivatalok reformját követelték, azt, hogy a közhivatalokat ne politikusoknak adják, hanem pályázat útján Rendes hivatalnoki kart szervezzenek, mint Európában. A közönség oly elégedetlen volt a köztársasági párt kormányzatával, hogy a többség a kongresszus mindkét kamarájában a Demokrata Párthoz tért át 1874-ben. A demokraták jelöltje lett volna az unió elnöke is az 1876. választásokon, ha a szavazatokat meg nem hamisították volna három déli államban. A köztársasági párt jelöltje még így is csak egy szó többséggel győzött. A demokrata párt azt követelte, hogy az ezüstöt fogadják el törvényes pénzül, és 1878-ban törvényt szavazott meg, amely elrendelte, hogy minden hónapban bizonyos mennyiségű ezüst pénzt verjenek. 4 millió dollár összegig. De minthogy igen gazdag ezüstbányákat fedeztek fel, az ezüst ára esett, és az ezüst pénzt fölhalmozódott az állampénztáraiban, pénztáraiban, melyek nem tudtak túladni rajtuk. Végül kénytelenek voltak eltekinteni az ezüst pénzveréstől. A köztársaságiak kis csoportja, amely mindkét pártal elégedetlen volt, a demokrata Clevelandet választotta meg elnökké 1884-ben, és keresztül vitte a tisztviselők kinevezésének reformját. A posta és vám tisztviselői állások nagy részét azóta pályázat útján töltik be. A két párt, a köztársasági és demokrata még mindig fennáll, mert mindkettőnek megvan a maga hivatásos politikusok vezette szervezete, kik hatalomra akarnak jutni, hogy hivatalukhoz jussanak, de programjukat illetőleg nincs már köztük lényeges különbség. 7. Az Unió területi növekedése Az Unió eredeti területe, amelyet Anglia 1783-ban átengedett, nyugaton a Mississippi-ig terjedt. A 19. században öt új szerzeménnyel gyarapodott. 1. Az Egyesült Államok megvásárolták Napóleontól Louisiana egész területét, azaz a Mississippi és a Sziglás hegység közé eső földet. Ezt az óriási több mint 250 millió hektára terjedő területet, amely a Mississippi torkolatának kivételével egészen pusztaság volt, indián vadászok barangolták be. Északnyugaton el sem volt határolva, csak azt tudták róla, hogy a hegyeken túl a csendes óceánig terjed. Később az amerikai kivándorlók a hegyeken átvezető szorosokat találtak, és kezdtek azon a vidéken letelepedni, melyet később Oregonnak neveztek. A határok szabályozása csak 1846-ban történt meg, egy Angliával kötött egyességben. 2. Az Egyesült Államok felhasználván Spanyolország belső zavarait elfoglalták Nyugat-Floridát a Mexikai öböl partján 1810-12. Majd a spanyol kormánytól megvették Florida többi keleti részét is 1819-ben. 3. Mexikó legnagyobb tartománya, Texas, amelynek majdnem egészében puszta területe nagyobb, mint Franciaországé, fellázad Mexikó ellen, és önálló köztársaságá alakult. A felkelők többnyire az Egyesült Államokból odavándorolt kalandorok voltak 1835-ben majd Texas állam nem tudván magát kormányozni, az unióba való felvételét kérte. A déli államok támogatták kérését, hogy a rabszolgatartó államok számát emeljék. Texas felvétele az unióba 1845-ben történt. 4. Mexikó tiltakozott Texas fölvétele ellen, és végül hadat indított az unió ellen. Egy kis amerikai sereg visszaverte a mexikóiakat, és elfoglalta az unióval szomszédos tartományokat. Egy más, 12 ezer emberből álló sereg a tengeren érte el veracruz ahol partra szállt, és Mexikóig nyomult elő, 1847-ben. Mexikó Texason kívül átengedte az Egyesült Államoknak egész északi elhagyott területét, amelyből Kalifornia és New Mexico fejlődött. Ezt a területet az Unió később vásárlás útján is kikerekítette 1853-ban. 5. Az Egyesült Államok 1867-ben megvásárolták Oroszországtól Alaska óriási területét, amely csupa erdőség és bányavidék, klímája igen rideg, és Anglia kanadai területe, Dominion of Canada választja el az Egyesült Államok területétől. Alaszkát a szövetséges kormány igazgatja, és nem vették fel az Unióba. 8. A Monroe elv 1821-ben az orosz kormány kijelentette, hogy a csendes óceán partvidékét az 51. szélességi fokig a maga tulajdonának tekinti, és megtiltja az idegeneknek, hogy ott kereskedést folytassanak. 1822-ben néhány európai kormány amellett foglalt állást, hogy európai beavatkozással állítsák helyre Spanyolország uralmát fellázadt dél-amerikai gyarmatai fölött. Az unió elnöke Monroe felelt erre a két akcióra. Amidőn a kongresszushoz intézett évi elnöki beszámolójában nyilatkozatot iktatott be, az Egyesült Államoknak a többi államokkal való viszonyára vonatkozólag 1823-ban úgy Oroszország igényeire, mint Európa tervezett beavatkozására való tekintettel kifejtette ebben az Unió külpolitikájának elveit. Az amerikai kontinenst mondotta. Egyik európai hatalom sem tekintheti többé gyarmatosítási terület gyanánt. Mi sohasem vettünk részt az európai hatalmak háborúiban, ez nem férne meg a mi politikánkkal, de azok a mozgalmak, amelyek ezen a féltekén Amerikában mennek végbe, kézzel fogható okokból minket is érintenek. A mi politikánk Európával szemben abban áll, hogy ne avatkozzunk egyik államnak belső ügyeibe sem, de a szövetséges európai hatalmak nem terjeszthetik ki politikai befolyásukat a két, amerikai kontinens egyik részére sem anélkül, hogy a mi békénket veszélyeztetnék. Mi tehát nem nézhetünk közömbösen semmi ífajta beavatkozást sem. Mondró kijelentésének akkor nem volt gyakorlati következménye, de csírájává vált egy olyan elvnek, amely Amerikában lassan kiérett. Az amerikaiak oly értelmezést adtak neki, hogy az Egyesült Államoknak jogában áll megakadályozni, hogy valamely európai állam bármely amerikai állam ügyeibe beavatkozzék. Ezt nevezik Monroe-elvnek, és így formulázzák meg. Amerika az amerikaiaké. Erre az elvre hivatkoztak, ahányszor valamely európai kormány összeütközésbe került egy amerikai állammal. Így, Harmadik Napóleon ellen, 1865-ben. A mexikói háborúval kapcsolatosan, Spanyolország ellen Perúban, az angolokkal szemben Venezuelában. A külpolitika. 1867-től 1898-ig az Unió nem csatolt magához új területeket. Külpolitikája arra irányult, hogy érvényesítse a Monroe-elvet, hogy megnyissa a maga számára Japán határait, és ugyanolyan előnyöket biztosítson magának Kínában, mint az európai államok. De nem voltak gyarmatai. A kapcsolt országok, mint egyenjogú államok vétettek fel az Unióba, szigorúan megtartották az alkotmány amal rendelkezését, hogy ne legyenek képviseleti jogok nélkül való alattvalóik az Egyesült Államoknak. 1893-ban a Hawaii független polinéziai szigetcsoport királynőjét elmozdították, és a szigetcsoportot köztársaságnak kiáltották ki. Ezek a szigetek főleg cukrot termelnek amelyet az amerikaiak vásárolnak meg, mert az Unió a maga a cukorfagyasztásának csak egy nyolcad részét tudja fedezni. E szigetek legfőbb kikötője Honolulu, fontos összekötő állomáspont San Francisco és a távol kelet között. Számos amerikai telepedett le e szigeteken, ezek is részt vettek a forradalomban, és azt kívánták a hazai kormánytól, hogy a szigetcsoportot szálja meg. A kormány azonban attól félt, hogy Japán ráteszi kezét a Hawaii szigetekre, amelyeknek lakosságát majdnem fele részben japánok teszik. Tehát, mint az új köztársaság védnöke lépett fel, majd felvette Havajt az Unióba, 1898. július-augusztusában. Kimondták, hogy Havaj külön jogú lesz, saját parlamenttel, melynek tagjait az összes lakosok választják akik akár polinéziai, akár angol nyelven írni-olvasni tudnak. A kubaiak többször fellázadtak a spanyol uralom ellen. Az amerikai közvélemény kedvezett nekik. A washingtoni kormány közben járt a spanyol kormánynál a kubai elnyomási rendszer ügyében, és hajókat küldött Havannába. Ezek közül egyik, Maine nevű, felrobbant anélkül, hogy a robbanás okait fel lehetett volna deríteni az Egyesült Államok hadüzenet nélkül megkezdték a háborút, 1898. április 21-én Amerikában és Óceániában egyszerre. A filippini szigetekben benszülöttei ugyanis épp úgy felkeltek Spanyolország ellen, mint a kubaiak. A csendes óceáni amerikai hajóhad elindult Hongkongból, tönkretett néhány spanyol hajót a Manila öbölben, és igyekezett összekötetést létesíteni a felkelőkkel. Két másik hajóhat körülzált a Santiago kubai kikötőt, ahova a spanyol flotta javarésze menekült. Egy amerikai sereg pedig száraz földről ostromolta a várost. A spanyol hajók kitörést kíséreltek meg, miközben mind tönkrementek. A város megadta magát 1898. július 17-én. Spanyolország alkotozásokat kezdett, végül átengedte az antillákat minden ellenszolgáltatás nélkül, és a filippini szigeteket 100 millió korona kárpótlás ellenében. Kuba autonóm köztársaság lett az unió védnöksége alatt, mely ott hadi tart fenn. Porto Rico a spanyolok birtokában volt másik sziget, mely különösen cukrot és kávét termel, amerikai gyarmat lett. Az unió megtartotta a filippinákat, és egy ideig háborút folytatott a fellázat benszülöttek ellen, kik nem akarták elfogadni az amerikaiak uralmát. 1899-ben az amerikai kormány osztozkodott Németországgal a Samoa szigetek felett.